Több mint 2 millió ember munka és lakóhelye. Gyermekek, felnőttek és öregek egyre szépülő városa, az ország minden polgárának jogos büszkesége. A nagyvárosokban lakók egyik nagy gondja a távolságok áthidalása. A lakónegyedek és a gyárak, hivatalok között sok-sok embernek kell hosszasan utazni a nap mint nap. A közlekedés ezért közös témája, gondja és öröme mindenkinek. A fővárosi autóbuszok, villamosok, trolibuszok, a dunai kishajók, a hév és a metró szerelvényei évenként több mint 1,5 milliárd embert szállítanak. Budapest tömegközlekedésének fejlesztésére a kormány hatalmas összegeket áldoz. Új típusú járműveket vásárolnak, a sok régi villamos, csehszlovák, Tátra gyártmányú szerelvényekre cserélik föl, és korszerűsítik a kocsi színek berendezéseit is. A fővárosban közlekedők gyors és biztonságos utaztatása a budapesti közlekedési vállalat dolgozóinak feladata. Az utazóközönség elsősorban a járművek vezetőivel találkozik, őket ismeri közelebbről. A szerelvények vezetői azonban nem teljesíthetnék feladatukat a vállalatnál dolgozó sok száz szerelő, karbantartó, forgalomirányító és a többi dolgozó munkája nélkül. A főszerepet közöttük a vasút és a villamos járműszerelő szakmunkások játsszák, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy a metró, a villamos és a hév szerelvényei biztonságosan roboghassanak a vágányokon. A villamosok csak úgy, mint a metró és a hév szerelvényei, a kocsi színekben töltik az éjszakát, és kora reggel indulnak napi útjukra a forgalomba. Olykor egy-egy szerelvény nem menetrend szerinti útvonalát kezdi meg, hanem a BKV főműhelyébe érkezik. A kocsikat a sok-sok ezer kilométeres utazás után itt újítják fel. Nézzük meg, miként varázsolják újjá a vasút és a villamos járműszerelő szakmunkások az elfáradt szerelvényeket. Mind a régebbi, mind az újabb típusú kocsik két fő részből állnak. Az úgynevezett főalvászból és a kocsiszekrényből, amelyben utazni szoktunk. Először is ügyes emelőberendezéssel fölemelik a kocsiszekrényt, amely alól a rögzítések kioldását követ goalvázak egyszerűen kiguríthatók. A vezérlő egységek, az ülések, a karosszéria lemezeinek kiszerelése után végezetül nem is marad egyéb, mint az átvizsgálás és a szükséges javítások elvégzése után ismét visszaszerelik a már kijavított, felújított egységeket. Sok munkájuk akad a karosszéria lakatosoknak, akik az új ajtókat, különféle méretű és alakú takarólemezeket készítik el, illesztik be végleges helyükre. Kicserélik a villamos vonómotorok álló és forgó részeit is. Ezt a munkát a villamos járműszerelők végzik, akik tekercsek sokaságát szerelik be a forgó részhornyaiba. Sok villamos járműszerelő dolgozik a kocsiktól távol a belső műhelyekben. A menetsebességet szabályozó kapcsolóberendezés és a különféle relék, műszerek, elektromos egységek felújítása, megjavítása nagy hozzáértést és figyelmet kíván.
Ezek a fogaskerekek a járművek elektromos erőátviteli berendezéseit alkotják. Felújításuk után a vasúti járműszerelők összeszerelik az úgynevezett hajtásházat, majd alapos futópróba következik. A műszeres ellenőrzés majd a bejáratás után a kerekekre rászerelik a forgóvász különböző részecskéit. A kocsiszekrény elhasználódott tartóelemeinek kicserélése után a felújított forgóvázakat visszagurítják helyükre és felszerelik a kocsik alá. Közben már sok munkát elvégeztek az utastérben szorgoskodó szakmunkások is. A villamos járműszerelők visszaépítik a vezetőállásba a vezérlőberendezést, a szükséges kapcsolókat, reléket és műszereket. A karosszéria lakatosok beszerelik az ajtókat és a belső burkoló lemezeket. Végezetül a festést és fényezést követően az áramszedők is a helyükre kerülnek, és már is indulhat próbaútjára a megfiatalodott villamoskocsi. Amint láttuk, két nagy szakterület képviselői, vasúti és villamos járműszerelők dolgoznak a BKV főműhelyében. Nincs ez másképpen a metró járműtelepén sem, ahol nap mint nap fiatal szakmunkások brigádjai várják a beérkező szerelvényeket a rendszeres ellenőrzések elvégzésére. A villamos járműszerelők a vezetőfülke berendezéseit, a kapcsolószekrényeket és egyéb elektromos egységeket vizsgálják át. A vasúti járműszerelő szakmunkások, az áramszedők, a fékek, az ajtók és a többi fontos műszaki berendezés működését ellenőrzik, és egyben elvégzik a szükséges kisebb javításokat.